Lakótelepet bombáztak az orosz erők a kelet-ukrajnai Harkivban. Legkevesebb 35-en megsebesültek, amikor egy orosz légibomba csapódott egy több emeletes lakóházba, közölték a helyi hatóságok. Az irányított bomba az épület 10. emeletét találta el, a tűz 4 emeletre terjedt át. A pusztítás erejét mutatja, hogy az épület egyik bejárata megsemmisült, több száz ablak megrongálódott a környéken parkoló több tucat autóval együtt. A sebesültek mellett az idős lakóknak is mentők segítettek kimenekülni az épületből, és keresési művelet kezdődött, mert a romossá vált lakótömbben még lehetnek emberek. Harkiv az orosz-ukrán határ közelében fekszik, valamivel délre az ukrán hadsereg Kurszki benyomulásának helyszínétől. Ukrajna a napokban ismét felszólította a nyugatot, hogy engedélyezze a tőlük kapott fegyverek bevetését oroszországi katonai célpontok ellen.